Hazai találkozóval folytatta szereplését a Füredi csapat. A középmezőnyben helyet foglaló Balatonpartiak a negyedik fordulóban a Paks együttesét fogadták a szabadidőközpontban. Az mb 1 már nincs főnyű csapat, de szerencsére a középmezőnyben vagyunk. Három forduló már megtörtént, és ez a negyedik forduló. A hazai csapat összeállításában egy változás történt. Fürkatinka helyett Ferenci Hildát nevezték be a vasárnapi találkozóra a cél, az, én mindig azt mondom, hogy a győzelem, de a realitásot talaján kell maradni, én egy tisztes helytállásba gondolkodom, és hát ez az kézilabda meccs előtt eldől délutánra. A vendég többszörös magyar bajnok paksiak a második csapattal érkeztek a találkozóra, de az elmúlt idényben bajnokságot nyert együttes, így is nagy reményekkel ülhetett az asztal mellé. Nagyon sok fiatal van nálunk, akikkel Foglalkozunk És épülnek be a, a csapatba, előbb ide hozzánk a kettes csapatba, majd, a, majd az egyes csapatba. Mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Úgy gondolom, hogy a, a papírforma az, az, az is ezt támasztja alá. Igazából én azt mondtam a csapatomnak annak idején, a bajnokság elején, hogy élvezzük ki azt, hogy tavaly bajnokok lettünk, és idén mindenki tőlünk fél, idén mindenki bennünket akar megverni. Élvezük ezt és játszunk. A kora délutánig tartó mérkőzés szoros játszmákat hozott. A legerősebb összeállításában érkező vendégeknek méltó ellenfelei voltak a füredi sakkozók. Végül érvényesült a papírforma, ha kis különbséggel is, de a paks hat és fél, öt és félre megnyerte a találkozót. A fürediek közül egy pontot szerzett Zentai és Bodnár. Remizet Fáncsi, Pataki, Forgács, Salavec, Vargyas, Barta és Kún. Ezzel az eredménnyel a sakszakosztály megerősítette helyezését a középmezőnyben. A következő találkozón a Fürediek Nagykanizsára látogatnak.